75 évvel ezelőtt áprilisban a magyar közigazgatás hadható segítségével Észak-Kelet-Magyarországon és Kárpátalján létrejöttek az első gettók. Hamarosan további 150 kezdte meg működését. Az volt a szerepük, hogy gyűjtőhelye legyen a kiirtásra ítélt magyar zsidóságnak. Bonyhádon ebben az időben jelentős, közel 2000 izraelita vallású ember élt. Köztük 1200-at a pécsi gyűjtőhelyre vittek. Hogy alig 3 hónap alatt, 1944 április közepe és július eleje között német adatok szerint összesen 437.402 fő zsidó gyűjtsenek össze, hogy aztán tehervagonokba zsúfolva, több száz kilométert utazva a végállomás valamelyik haláltábor legyen. 147 szerelvényből az Auschwitzba tartó utolsó vonatok egyike vitte a bonyhádi zsidókat a halálba. Rájuk emlékeznek minden esztendőben. Hiszen bár ma már csak az emlékük és néhány leszármazott él, a bonyhádi zsidóság mindennapjainak emlékei ma is szerves részét képezik a város mindennapjainak. A zsidóságnak a jelenlétét Bonyhádról ugye megpróbálták eltörölni, de az a fejlődés, amit a város átélt a zsidóságnak a megjelenésétől kezdve egészen a úgymond elüldözésükig vagy meggyilkolásukig, az letagadhatatlan. Tehát akár gazdasági életben, akár a kulturális életben, akár a sportéletben, nyilván ez vissza lett metszve erősen 44-ben, illetve 56-ban, amikor szinte teljesen megszűnt a bonyhádi zsidó közösség, de mégis azok az épületek, az a szellemiség, ami ezt a várost addigra jellemezte, az kitörölhetetlenül benne maradt Bonyhádon. Lehet és kell egyáltalán újat mondani 75 évvel a holokauszt után. Hiszem, hogy minden emléktapnak, így a mai nap is szerepe van a jelen és ezáltal a jövő alakításában. Megismerni a múlt valóságát és tanulni a történelemből. Erdő Péter bíboros egy néhány évvel ezelőtti megemlékezésen így fogalmazott. Minden bölcs nép, amely élni akart, tudta, hogy a történelem az élet tanítómestere, hogy az elmúlt korok csodáit és bűneit, szörnyűségeit és szabadulásait el kell beszélnünk az új és új nemzedékeknek. Ez a beszéd pedig nem lehet pillanatnyi érdekek függvénye, hanem csak akkor szabadító, csak akkor mutathat egy egészségesebb, szebb jövő felé, ha a tiszta és teljes igazságot adja tovább. Ma is azért jöttünk össze, hogy elbeszéljük a történteket. Én magamról nem tudom, hogy bármilyennyi részben is zsidó vér folyna az ereimben, de mégis azt a szellemiséget próbáljuk nyilván életben tartani, amit a zsidóság jelentett Magyarországon. Pasita Herman lelkész alkotása az az emlékhely, mely minden bonyhádit emlékeztet a 75 évvel ezelőtti borzalmakra. A lelkész véleménye szerint fontos, hogy azt az értéket, melyet a zsidóság a városért létrehozott, a jelen nemzedéke is értse és őrizze. Az ő munkájuk, az ő életüknek a lenyomata itt van az épületeken, különböző cégekben, amiket ők alapítottak annak idején, és ez fontos, ennek az értékét értékelje a ma generációja, és tudjon olyan immunitást kialakítani bizonyos folyamatokkal szemben, amelyek hasonló diszkriminációra és hát antiszemitizmusra, de más idegen gyűlöletre is ösztönöznek embereket. Én hiszek abban, hogy van a vérnek, tehát a kiontott vérnek, amit nyilván nem magyar emberek ontottak ide, sajnálatos módon a magyar közigazgatás hozzájárult a zsidóság deportálása, az összegyűjtéséhez. Ennek van egy átka, hogy így mondjam, amit szerintem a mai generáció úgy tud feloldani, hogy ezzel szemben foglal állást. Tehát az, hogy a történelmet helyesen értelmezi, és ezáltal, hogy ezt kifejezi, vagy így is mondhatnám, hogy bizonyos értelemben bűnbánatot tart az előző generációk tettei miatt, ez változtat ezen az állapoton. Úgy gondolom, hogy az mai emberek tettei, mai emberek döntései befolyásolják az országnak a jövőjét is, tehát a következő generációknak a sorsát.